Herr Präsident, am Minister Rainer Kohr, február 24-én kora reggel orosz csapatok támadták meg Ukrajnát, amely egyébként Magyarországra szomszédos ország, ezért sokaknak még nem tudatosult. Erről az eseményről hogyan szerzett ön tudomást, és abban a pillanatban mi volt az ön első gondolata? Február 5-én Moszkvában voltam. 3 héttel a háború előtt, és 5 órát tárgyaltam Vlagyimir Putyinnal. Egyfajta békemisszió gyanánt. Én már láttam korábban, hogy ebből baj lesz. És az a tény, hogy nincsen senki a nyugati oldalon, aki ráérezne arra, hogy most tárgyalni kell. Mindegy, hogy van-e esély a megállapodásra, a tárgyalás ténye az cool down, az egy hűsítő dolog. És miután ilyen nem volt, mi rettegtünk attól, hogy háború lesz. És amikor 5-én ott voltam, akkor meg is kérdeztem az oroszok elnökét, hogy mit gondol a ukrán hadseregről. És azt mondta, hogy az ukrán hadsereg az egy nagyon erős hadsereg. Az egy nagyon jól felszerelt hadsereg, amerikaiak és britek által kiképzett vezérkarral. Információkat kapnak az amerikaiaktól, és ezért az egy nagyon-nagyon-nagyon erős ország. És világossá tette, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy ez az ország sose csatlakozzon a NATO-hoz. Ez egy imperatívus a számára. És láttam, hogy elszánt. Nem mondta, hogy háború lesz, nem mondta, hogy támadni fog, de láttam, hogy baj van. Úgyhogy el is mentem a NATO központba, Brüsszelbe, és jelentettem a NATO főtitkárnak, hogy baj van. Mert az idő az nem a mi oldalunkon van, hanem az oroszok oldalán van, és bármi megtörténhet. És amikor ez 24-én megtörtént, akkor én csak annyit mondtam, hogy hát az történt, amire számítottunk. És azon kezdtem gondolkodni rögtön, hogy hány magyar fog meghalni. Mert a német meg a magyar pozíció közötti különbség nem csak földrajzi. Önök messzebb vannak Magyarország meg szomszédos Ukrajnával, hanem nekünk van 200 ezer magyarunk, aki Ukrajnában él. És akiknek egy részének kettős állampolgársága van. És azon gondolkodtam, hogy hányan fognak meghalni, ha belőnek az oroszok Kárpátaljára, vagy bevonultatják őket a hadseregbe. Most eddig elvesztettünk körülbelül 200 embert, meg 6-200 magyar. Szóval amikor beszélgetünk a háborúról, akkor nekünk magyaroknak már van 200 elvesztett emberünk, akik besorozott katonaként meghaltak a fronton. Javarészük kettős állampolgár. Szóval mi ott vagyunk ennek a háborúnak a közvetlen hatósugarában. És nekünk van egy nagyon erős fenyegetettségérzésünk. Hát ez volt 24-e reggel. Mint kifejtette, tehát február elejé látogatása során azt látta, hogy elszántnak mutatkozott, tehát a támadás előtti hetek során éppen titkosszolgálatok részéről sok információ volt, hogy mikor lesz a pontos támadás időpontja, és egy-két ilyen bejelentett időpont eltelt. Az ön véleménye szerint mi volt az invázió tulajdonképpeni célja és az igazi kiváltóka, mert az információ akkor még indiferens volt, és ha ön azt mondja, hogy elszánt volt, akkor ez csak az a pont volt, hogy meg akarja akadályozni, hogy az ukránok NATO-tagok legyenek? Ez egy nagyon érdekes kérdés. És biztosan fognak róla írni könyveket. De bevallom őszintén, hogy nem szívesen válaszolok erre. Ennek az az oka, hogy én azt látom, hogy az egész diskurzus erről a háborúról
túlságosan a Putyinra koncentrál. Hát mindenki Putyinról beszél. Mit gondolt ő, mit gondol most, mit fog gondolni hónap reggel. De megmondom őszintén, engem egyáltalán nem érdekel Vladimir Putyin. Engem Magyarország érdekel, meg Európa. Szóval nekünk több energiát kellene fordítani arra, hogy magunkról gondolkodjunk. Hogy ennek a háborúnak mi a következménye ránk nézve. Nekünk nem abból kéne kiindulni, hogy mit gondolunk, mi van az ő fejében. Abból kéne kiindulni, mi az európai érdek, mi a német érdek, mi a magyar érdek. Tehát én nem akarok részt venni egy olyan diskurzusba, ami Putyinról, mint egy egzotikus vezetőről szól. Ahelyett, hogy a saját dolgommal foglalkoznék. Úgyhogy én nem tudom, hogy miért csinálta a háborút, majd történészek kiderít. Most háború van. Benne vagyunk a bajban. Meg kéne mondani, hogy mi a mi érdekünk. De ha nem tudjuk, hogy mi a német érdek, a magyar érdek, az európai érdek, akkor hogy fogunk véget vetni ennek az egésznek? Tehát én inkább erre az ügyre akarok koncentrálni, és nem Vladimir Putyinra. Azt hiszem, a legtöbb európai egyetért abban, hogy egy közös cél abban áll, hogy Ukrajnának segítsünk ebben a helyzetben. Most a február 21-i invázió után az a benyomás alakult ki, hogy Magyarország nem áll igazán Ukrajna mellett, hanem legalább ugyanolyan mértékben Oroszország mellett is. A magyar honvédelmi miniszter február 24-e után több hétig nem volt kész az orosz agressziót inváziónak nevezni. Március 7-én idéz korlátozott célú támadásról beszélt. Miért voltak ennyire tétovázóak, hogy Putyin támadáborúját annak nevezzék, ami volt és ami továbbra is? Hát én első nap agressziónak neveztem, és mi az európai interpretációt elfogadtuk. Tehát mi azt gondoljuk a háborúról, amit az Európai Unió mond, és mi ennek részei vagyunk. Tehát nincs külön magyar álláspont és külön európai álláspont. Mi az Európai Unió álláspontját osztjuk, ez egy agresszió, itt nincs. Ráadásul én egy jogász vagyok, már voltam valaha. Még pontosabban jártam jogi egyetemre. A helyzet jogilag teljesen nyilvánvaló. Van egy nemzetközi jog, az oroszok megsértették, ezt agressziónak hívják. Ők indítottak egy háborút. Mindegy, hogy mi volt az oka, ez egy nemzetközi jogsértés, erről nincs mit beszélni. Ez agresszió. És a magyar álláspont e tekintetben teljesen nyilvánvaló. A kérdés az, hogy amikor gondolkodunk erről a helyzetről, akkor milyen kiinduló pontot választunk. Ahogy ön tette, meg szokták tőlem kérdezni, hogy mi kinek az oldalán vagyunk. Mi a magyarok oldalán vagyunk. És én nagyon nagy bajnak tartom, hogy nem sikerült ezt a konfliktust elszigetelni. Önök nyilván tudják, hogy nekem Angela Merkel-el volt néhány brutális csörtém és vitám bizonyos kérdésekben, különösen a migrációról. De amit Angela Merkel csinált a krími válság idején, az egy mestermunka volt. Úgyhogy az danke Angela. Tehát amikor, mert ez a háború kitörhetett volna a krím válság idején is. Hiszen ott is egy nyilvánvaló nemzetközi jogsértés történt. De abból nem lett háború. Miért nem lett bőle háború? Azért, mert a németek a kancellárra az élen azonnal tárgyalást kezdeményeztek, elmentek Kijevbe, elmentek Moszkvába, meghívták őket Brüsszelbe, és izolálták a konfliktust. Tehát a krími konfliktus megmaradt egy ukrán-orosz konfliktusnak. És nem engedték, hogy fölrobbanjon, és mindannyian belevonódjunk. És ez egy nagy diplomáciai teljesítmény volt. És most, amikor ez a háború kitört, nem volt senki, aki Európa részéről akár kísérletet tett volna arra, hogy izolálja. Az egész azonnal fölrobbant, és mindannyian belevonódtunk. És most mindannyian arról beszélünk, hogy akkor ukránok vagy oroszok, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy mi a mi érdekünk. Tehát Magyarország nem akar abba a helyzetbe kerülni, hogy a lépéseit ne a saját érdekeiből vezesse le. Tehát én nem vagyok hajlandó úgy segíteni az ukránokat, hogy közben tönkreteszem Magyarországot.
Én nem vagyok hajlandó úgy segíteni az ukránokat, hogy szóval magyarok halnak meg. Ez egy korlát, amit tudomásul kell venni. A jó szándék fontos, de a politikában nem szándékfelelősség van, bár lehet, hogy ez önöket meglepít, nem az a kérdés, ki a jó ember, persze az jó, hogyha sok jó ember van, de a kérdés az, hogy ki oldja meg a problémát. A politikában eredményfelelősség van, nem szándékfelelősség. Azért vagyunk felelősek, hogy megoldottuk vagy nem. Nem azért, hogy jól gondolkodtunk-e, vagy rosszul gondolkodtunk. És én meg akarom oldani ezt a problémát, és ezért én a béketáborhoz tartozok. Tehát ma két tábor van Európában. A háborús tábor, meg a béketábor. És én az azonnali tűzszünet mellett vagyok, és azonnali tárgyalás mellett vagyok. Mindegy, hogy az ukránok erről mit gondolnak. Nekem, magyarként az az érdekem, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen, és minél hamarabb béketárgyalás legyen. Ez megkülönböztet engem önöktől, akik az ukrán szempontokból vezetik le, hogy mit kell csinálni. Tehát én egy más pozícióban vagyok. Darf ich an der Stelle noch mal kurz nachfragen? Legyen szabad itt még egyszer rákérdeznem. Jól értettem, hogy Angela Merkel kancellárral nem került volna sor ukrán háborúra? Egész biztosan. Igen. Sie haben gerade gesagt, Sie beziehen eine ungarische Position. Az előbb azt mondta, hogy magyar álláspontot foglal el, ahol Magyarország érdekeit képviseli, minden egyebet egyszerűen félretesz. Magyarország azonban az Európai Unió része és az Európai Unió értékközösség, és kötegeli is az erőit, nem csak az erőt, hanem megvan a tőke szabadáramlása, a személyek szabadáramlása. A háború korai szakaszában ön Magyarország vonatkozásában például az energiaszállítmányokról, az olajszállítmányokról tárgyalt, és a brüsszeli politikai ajánlással szemben, hogy az EU lépjen fel egységesen, a maga számára optimalizáltan kötötte meg ezeket a szerződéseket. Ezzel egy nemzeti szemszögből kiindulva az európai perspektíva terhére politizál, és ezzel az európai álláspontról beszélek Oroszország felé. Itt kell egy filozófiai megjegyzést tennem először. Mit nevezünk európai politikának? Két koncepció van. Az egyik azt mondja, hogy európai politika az, amit az európai intézmények megfogalmaznak Brüsszelben. A másik nézőpont az azt mondja, hogy az európai politika Berlinben van, Budapesten van, Varsóban van, Lisszabonban van. Az európai politika az nem más, mint a tagállamok akaratának az összessége. Amit harmonizálnunk kell, és akkor lesz belőle európai álláspont. De nincs fölöttünk egy európai álláspont, amiből levezetjük, hogy mi kell legyen a nemzeti álláspont. Pont fordítva. Minden országnak megvannak az érdekei. És ha mi egyetértünk, na akkor van európai álláspont. Ez a filozófiai, vagy szociológiai megjegyzésem. Ami a konkrétumot illeti. Ugye nekem most nehéz tárgyalásaim vannak a bizottsággal, pénzügyi kérdésekben. Tehát most nekem nagyon udvariasan kéne fogalmaznom. De akkor nem kell elfogadni egy ilyen meghívást. De most már itt vagyok. Tehát meg kell mondanom őszintén, hogy amit a bizottság csinál a szankciók ügyében, az katasztrofális. Nem a szankciók önmagában, a szankciók lehetnek jók meg rosszak, hanem, ahogy az angol mondja, a craftsmanship, az engineering, tehát ahogyan ez ki van vitelezve. Tehát ez egy rendkívül primitív módon kivitelezett rendszer, amely teljes egészében negligálja az európai érdekeket. És ezek a szankciók így, ebben a formában megölnek bennünket. Tönkre fogják tenni a német gazdaságot, tönkre teszik a magyar gazdaságot, ez nem jó. Tehát szankciókat másképp kell kivetni. Mikor én elmondtam Brüsszelben, hogy barátaim, Magyarország egy landlocked country. Nem lehet tengeren odaszállítani az olajat, csak csövön. A cső egyik vége Oroszországban van, a másik vége Magyarországon. És nincs másik cső. Tehát ha ti az olajembargót megfogalmazzátok, a magyar gazdaság másnap leáll, és nekem nincs alternatívám. És ezt nem mi csináltuk, ezt örököltük, ezt a kelet-nyugat infrastruktúrát a kommunista időkből. Mit csináljak én ezzel? Erre azt mondták, találjatok egy megoldást.
Ez lehetetlen. Szóval ez egy primitív dolog, amit csinálunk. És hogyha jól csináltuk volna a szankciókat, akkor az energiárak már nem lennének az égbe. Persze, magasabbak lennének, mint a háború előtt voltak, de nem lennének az égbe. Lehet úgy szankciót csinálni, hogy közben az energiódon nem tesszük tönkre magunkat. De a bizottság erre nem volt képes. Úgyhogy én kénytelen vagyok mindig azt mondani, ha szankció, akkor nekem van egy problémám. Segítetek megoldani, vagy nem? Ha nem segítetek, vétózok. Ha segítetek, akkor elfogadom a megoldást, és csináljátok, amit akartok. De azt nem lehet, hogy a magyarokat félre rúgdossátok a sarokba, hogy az ő problémáik nem érdekesek. Úgyhogy ez a mi vitánk igazából. Jó, a fő érv a szankciók mellett az úgy szól, hogy Oroszországot nem fogjuk abban támogatni, illetve nem segítünk Oroszországnak abban, hogy finanszírozza az Ukrajna elleni háborút. Ez egy eléggé plauzibilistának ható érv. Ön azt mondja, hogy intelligensebben kell kialakítani a szankciókat. Mit ért intelligens szankciós rezsimen, ami árt Oroszországnak és az Európai Uniónak nem annyira árt, vagy esetleg még használ is neki, és mindenket Ukrajnának használ. Hát, mit akartunk? Azt akartuk, hogy ne finanszírozzuk az oroszokat. Mit csinálunk? Hát finanszírozzuk őket. Hát az árak az égbe mentek, az oroszok ezen keresnek. A szankciók első fél évében az oroszok megkeresték az egész éves pénzüket. Tehát a szankciók primitívek voltak, mert nem megfojtják Oroszországot, hanem extra pénzt adnak nekik. Hát csináltak 158 milliárd eurót fél év alatt, és annak több mint felét mi fizettük. Hát milyen szankció ez? Tehát amiről én beszélek, az az, hogy mikor előjött az olajszankció, akkor azt mondták, amit ön, hogy miután nem vásárolunk olajat, kevesebb pénzük lesz az oroszoknak. Mondtam, hogy egy kis országot képviselek, de az, hogy kinek mennyi pénze van, az nem csak a megvásárolt mennyiségtől függ, hanem az ártól. Ha az árak fölmennek, akkor az oroszok ugyan kevesebb olajat adnak el, de több pénzt fognak keresni. Mi a válasz erre? Nem, ez nem így lesz. Így lett. Szóval szankció csak intelligensen lehet. És a szankciókkal egyébként is óvatosan kell bánni, mert szankciót ott érdemes csinálni, ahol te vagy az erősebb. Tehát szankciót mindig az erős vet ki a gyengére. Most energiaügyben mi törpék vagyunk, az oroszok meg óriások. Most a törpe szankcionálja az óriást. Azt csodálkozunk, hogy a törpe belehal. Tehát itt intelligensebben kell csinálni. Egy craftsmanship, tehát ezt ügyesebben kell összerakni. Ez így nem jó. Nálam most az a benyomás alakul ki, hogy abból indul ki, hogy Oroszország olajat és gáz szállítana, ha nem lennének szankciók. De mit teszi önt ilyen biztossá abban, hogy ez egyáltalán így lenne? Oroszország egészen nyilvánvalóan abban érdekelt, hogy Európa, a Nyugat, a mi esetünkben Németország destabilizálódjon az energiaszűkösség miatt. Miért hiszi, hogy az oroszok ismét szállítanának, ha egy néhány szankciót visszavonnánk? Én még csak azt sem mondom, hogy vonjuk vissza. Csak azt javaslom, hogy gondoljuk újra. És faragjuk újra a szankciókat. Tehát nem azt mondom, hogy ne csináljuk, meg hogy vonuljunk vissza, meg hogy adjuk föl. Csak tehát valami reasonable, common sense. Szóval valami értelmes dolgot tegyünk be. Na most az oroszok szállítanak-e, vagy nem? Az oroszok ebben a pillanatban a embargóra úgy reagálnak, hogy ők nem szállítanak, ahogy ön mondja. És ez újra indul-e valaha, azt nem tudjuk, különösen akkor, hogyha bizonyos csoportok terrorista akciókkal fölrobbantják a vezetékeket. Ha fölrobbantják a vezetékeket, akkor még ha akarnának, se tudnának szállítani az oroszok. Most ez történik. Megsemmisítik azt az infrastruktúrát, amin keresztül az oroszok gázt és olajat tudnak hozni Európába. Ez volt az északi áramlata. És mi nagyon aggódunk, hogy ez történhet a délivel is. Az egyetlen megmaradt nagy volumenű vezeték, az délről jön, Törökország, Macedónia, Szerbia, Magyarország, amin orosz gáz jön. Ha azt is fölrobbantják, akkor Magyarország
ellátás nélkül fog maradni. Úgyhogy mi aggódunk emiatt, és olyan megoldást szeretnénk, hogy jöjjön orosz energia. És hosszabb távon is, mi az európai érdek? Az európai érdek nem az, hogy az orosz energiafüggést fölcseréljük egy amerikai energiafüggésre. Mi nem gazdát akarunk váltani, mi függetlenséget akarunk. Tehát mi azt akarjuk, hogy alternatíváink legyenek. Ha akarunk innen, ha akarunk onnan, ha akarunk amonnan. Ha akarunk Algériából, ha akarunk Katarról, ha akarunk Amerikából, ha akarunk Oroszországból. Ez a mi dolgunk. Tehát nekünk függetlenség kell. Nem pedig kiszolgáltatottság. Amit most csinálunk, az az, hogy amerikai függésre váltjuk az orosz függést. Ez persze kényelmesebb, mert az amerikaiak demokraták szemben az oroszokkal. És ez politikaiak talán kényelmesebb nekünk. De nem jó. Nekünk egy jó struktúra kell. Tehát nem az a kérdés, hogy szállítanak-e az oroszok, vagy nem, hanem hogy hány más helyről tudunk még mi szállítatni. Aztán majd versenyeztetjük őket. Mi vásárlók vagyunk. Nekünk az a jó, ha van 4-5 ajánlat az asztalon. Aztán attól veszünk, akitől akarunk. Gazdasági vagy politikai megfontolásból. A baj nem az, hogy orosz gáz meg olaj van, hanem az a baj, hogy nincs más. És ezért ki vagyunk szolgáltatva. Tehát ez a mi logikánk. Hosszabb távon Európának az az érdeke, hogy sok lehetősége legyen. Nem pedig az, hogy lecserélje az egyik gazdát a másikra. Az előbb levezette, hogy az orosz-ukrán konfliktus egy lokális konfliktus volt, amíg a Krímre vonatkozott, és hogy időközben ez egy eszkalálódó nemzetközi konfliktus. Most, ha visszatérünk az embargóra, illetve a szankciós politikára, akkor meg kell állapítanunk, hogy van egy európai perspektíva, van egy orosz perspektíva, és van egy egészen nagy perspektíva, ide tartozik India, Kína. Korábban azt mondtuk, hogy ezek a harmadik világos, a független tömb, el nem kötelezettek. Tehát európai perspektívából a tárgyalási erőt kellene kötegelnünk, éppen azért, hogy ezt a nyitott versenyt elő tudjuk állítani, annak érdekében, hogy szükségleteinket ki tudjuk elégíteni, és egyidejűleg felárak legyenek. És mennyiben segítettek itt ebben, hogy Magyarország az pillanatilag meghatározott európai tárgyalási állásponttal szembe megy. Ezzel taktikailag tulajdonképpen az orosz perspektíva kezére játszik? Ez a vád. Tehát én úgy vagyok megvádolva, hogy én vagyok Putyinnak a trójai falova. Tehát én mindig azt mondom, hogy mi a magyarok érdekét képviseljük, és kész. Szerintem nagyon sok könyvet fognak írni, és sok előadást fognak meghallgatni önök a következő néhány hónapban ezekről a kérdésekről. Kína. Az oroszokat most benyomtuk a kínaiak hóna alá. Ugye oda szállítják az energiát. India nem volt hajlandó a nyugat mellé fölzárkózni. Az OPEC országok gyakorlatilag megszégyenítettek bennünket. Az amerikaiak oda mentek, hogy termeljenek ki többet, hogy olcsóbb legyen az energia. A szaudiak mondták, hogy sok sikert. Majd bejelentették, hogy csökkentik a kitermelést. Szóval ennek az egész nyugat által vállalt konfliktusnak az a következménye, hogy nyilvánvalóan vált a gyengeségünk. Tehát korábban a nyugati világ, különösen ha az amerikaiak, a hatalmas hadseregükkel, azt mondták, hogy ez a helyes, akkor a világ nagy része fölzárkózott mögéjük. Sosem láttam olyat, pedig én 32 éve vagyok a nemzetközi politikában, de sosem láttam olyat, hogy az amerikaiakat így elhessentsék. És Kína azt mondja, nem, mi nem értünk veletek egyet. India, mi nem értünk egyet. Arabok, mi se értünk egyet. Irán, hát mi aztán nem értünk egyet. Afrika, már nem érdekelnek a nyugatiak. Ilyen gyengék globálisan még sose voltunk. És ez most nyilvánvalóvá vált. Ez szerintem nem jó. De nagyon fontos, hogy a politikusok az okoskodást és a spekulációt, az előadásokat ne a cselekvés helyett használják. Mert ha úgy akarjuk lezárni a konfliktust, hogy kigondolunk egy hosszú távú megoldást, és ha ezt megtaláltuk, utána kezdünk el tárgyalni, akkor ez a háború évekig fog tartani.
Meg kell fordítani a gondolkodást. Azt kell mondani, mindegy, hogy lesz a hosszú távú megoldás, most legyen azonnal tűzszünet. Azonnal legyen tűzszünet, mert egyébként tízezrek fognak meghalni. És a háború közelebb fog kerülni Európához. Mindegy, hogy van-e hosszú távú megoldás, azonnali tűzszünet. Ezt mondja a pápa, ezt mondja Kissinger, Habermas, néhány amerikai republikánus, jó magam. Szóval azonnali tűzszünet. És aztán kezdjünk tárgyalni. De ne úgy üljünk, hogy mi tudjuk a megoldást, ha nem tudjuk a megoldást. De egy dolgot tudunk. Minden egyes nap, ami háborúban van, az rosszabb, mint a tűzszünet. Ezért most az erőnket, politikusok, a tűzszünetre összpontosítsuk. Ne a hosszú távú okoskodásra. Szerintem ez volna a helyes politikusi magatartás. Aber Sie sagen immer... Sie sagen, wir sollten eine Feuerpause erwirken und wir sollten. Ön mindig azt mondja, hogy tűzszünetet kellene elérnünk, és hogy tárgyalnunk, beszélnünk kellene Oroszországgal. Putyint ugye nem mondjuk, és hát ez nem is csak Putyin, de mi teszi önt olyan biztossá, hogy az orosz fél egyáltalán kész tűzszünetre, tárgyalásra, egyáltalán miről kell tárgyalni? Hát jobb lenne, hogyha a nyilvánosság nem hallaná, amit most mondok, de most már. Ezen nem tudunk segíteni. Tehát a tűzszünetnek nem Ukrajna és Oroszország között kell létrejönni, hanem Amerika és Oroszország között. Tehát a tűzszünet meg a tárgyalások az nem egy ukrán-orosz tárgyalás függvénye. Aki azt gondolja, hogy ezt a háborút orosz-ukrán tárgyalás zárja le, az nem ezen a világon él. A hatalmi realitások mások. Az amerikaiakkal kell tárgyalni. Tehát nekünk orosz-amerikai tárgyalás kell. És ha van orosz-amerikai tárgyalás, akkor majd lesz tűzszünet. Hát azért ennek a háborúnak ugye mégiscsak az erőforrások adják a lényegét. Az orosz, hogy fest ez? Az oroszoknak szinte korlátlan erőforrásaik vannak. A nyersanyagok tekintetében, a katonai kapacitások tekintetében és az emberi erőforrás tekintetében. Az ukránoknak mindenből limitáltja van. Nyilvánvaló, hogy ez a háború csak akkor marad nyitott a végkifejlett szempontjából, ha az ukránok külső erőforrást kapnak. És ma gazdaságilag és pénzügyileg az ukránoknak is korlátlan forrásaik vannak, mert mi adunk nekik. De Amerika adja a fegyvert, a kiképzést, az űrből az információkat, hogy hova kell lőni, ezeket mind az amerikaiak adják. Az egész világ politikai szimpátiát Ukrajna irányába az amerikai média tartja fönn, az a lokomotívja ennek. Tehát az ukrán-orosz háború ma azért nyitott, mert az amerikaiak azt akarják, hogy nyitott legyen. Ezért bezárni is ők tudják. Ezért az amerikaiaknak kell megegyezni az oroszokkal, és akkor vége van a háborúnak. Én a, minden csepp vére a szívemnek az ukránokkal. Ez egy hősies nép. Nekünk sok konfliktusunk volt, meg van velük, de ez most nem érdekes. Ez egy hősies nép. Rendkívül hősiesen harcolnak. De csak azért tudnak nyílt háborúba lenni, mert mi korlátlanul mögéjük toljuk a pénzt, a fegyvert, az információt és mindent. Ezért ők nem is tudják lezárni ezt a háborút. Ezt Amerika tudja lezárni. És ez a csapda lényege. Az amerikai elnök túl messzire ment. Az amerikai elnök olyanokat mondott, amiből nagyon nehéz visszajönni. Hát ha Putyin tömeggyilkos, ha háborús bűnös, ha meg kell buknia, Putyin must fail, regime change. Tehát ha ilyeneket mondanak, akkor utána ez az elnök nagyon nehezen tud békét kötni. Úgyhogy most brutálisan fog hangozni, amit mondok, de a béke reményének a neve Donald Trump. Also als jemand in der DDR sozialisiert, habe ich meine Erfahrung mit Politikern, die sich von ihren Ämtern nicht lösen können. Politikusai nem tudnak megválni a hivataluktól, és ezt még NDK-ból tudjuk, de ez egy szép téma lenne a következő beszélgetés számára. Esetleg térjünk rá a következő kérdésre.
A visegrádiak Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból és Magyarországból álltak, és egy kommunikatív ellensúlyt képeztek az EU nyugati részével szemben, és érték oldalról is opozíciót jelentettek az EU-n belül, és hatással is voltak. Ez a V4 Magyarország jelenlegi független álláspontja miatt, és ugye ezzel pont homlokéjes más az álláspontja Lengyelországnak, van ennek a csoportnak így még jövője? Ez az egymillió dolláros kérdés. Ugye az világos volt, hogy a lengyel észjárás és történelmi tapasztalat meg a magyar, az különbözik egymástól. Tehát mi a lengyelekkel ugyan testvéri viszonyban vagyunk, és gondolkodás nélkül áldozzuk föl magunkat, hogyha a lengyelekkel együtt harcolunk a lengyel szabadságért. Tehát ez egy varázslatos, romantikus eleme a magyar történelmnek. De az észjárásunk mindig különböző volt. Mert mások a történelmi tapasztalataink. Tehát a lengyelek mindig másképp gondolkodtak az oroszokról is, meg a németekről is. És ez most is így van. Ezt olyan nem diskuszáljuk minden nap, de hát amiket a lengyelek időnként mondanak a németekről, az minimum izgalmas. És ugye mi nem mondunk ilyeneket, ennek nyilván oka van. Tehát mindig is világos volt, hogy a V4-en belül, ha a geopolitika kerül előtérbe, akkor az együttműködés nehéz. Ha a geopolitika nincs napirenden, hanem a nemzeti érdekek vannak napirenden, értékekért harcolni Brüsszelben, kiállni a közös érdekeinkért, mondjuk a németekkel vagy a nagyállamokkal szemben, hogy legyen elég súlyunk a tárgyaláshoz, négy ország, azért az több mint 60 millió ember, és közösen lépjünk föl, akkor könnyű a V4, akkor jól megy. Most egy olyan szakaszba léptünk, amikor a geopolitika vált a legfontosabbá, és ez megkínozza, megrángatja a V4-et. De van itt még két dolog, amiről nem tudom, önök, mint németek szoktak-e beszélni. Hogyha ránéznek Európa érték térképére, akkor azt fogják látni, hogy migráció ügyben, a család gender kérdésekben, család koncepciója, a nemzeti érzés kérdésében maradt egy választóvonal Európában. Ami föntről indul, a balti államok nyugati oldalán halad, jön le Csehországnál, jön le Magyarországra és Szlovéniánál ér véget. Akik ettől a vonaltól keretre vannak, azok tradicionális családban gondolkodnak. Semmi gender, semmi multikulti. Ezek az országok nem akarnak migrációt. Azt inkább veszélynek látják, és nem pedig segítségnek. És a nemzeti érzés ettől a vonaltól keletre, ahol mi élünk, ott a nemzeti büszkeség a legfontosabb fölhajtó erő. Az egy pozitív dolog. Egy német fülnek a National Pride az valószínűleg egy borzalmas dolognak hangzik. De ettől a vonaltól keletre, amiről beszélek, minden ország azt mondja, hogy az élethez három dolog kell. Az anyád, az apád, meg a nemzeted büszkesége. Egyébként nincs élet. Úgyhogy ezért fontos, hogy a V4-ek egy konzervatív értékeken nyugvó Európát képviselnek. Mi nem akarjuk, mi értjük, hogy önök mit csinálnak. Migráció, hogy itt akkor azonos neműek is házasodhatnak, most már valami csoportos izé is lesz itt nem sokára. Ezeket mi mind értjük. Meg, hogy a migrációt azt üdvözölni kell. Ez német szempontból biztos logikus. De mi nem gondoljuk így. Nekünk egy másik koncepciónk van. És ezt állandóan támadás alatt van, ezt meg kell védeni. Együtt könnyebb megvédeni, mint egyenként. Ez a V4-ek egyik oka. Bocsánat, hogy hosszan beszélek, de van egy másik, ami még fontosabb talán. Ezek a brittek. Minden baj a brittek miatt van. Mert ha a brittek nem hagyták volna el az Európai Uniót, akkor fennmaradt volna az uniónak az a belső dinamizmusa, ami az elmúlt 30 évben jellemző volt.
Mert a britek, meg a V4-ek együtt sose fogadták el az Európai Unió federális koncepcióját. Önök, németek, franciák egy ilyen federális típusú Európát akartak. Mi meg nem, az angolokkal együtt. És ez nagyjából balance-ben, nagyjából egyensúlyban volt. És ha meg akartunk egyezni, akkor nem volt túlsúly egyik oldalon sem, meg kellett egyezni. Most kimentek a britek. Ezzel a federalisták, a németek meg a franciák túlsúlyba kerültek. Megváltozott a dinamika. Ha a britekben maradtak volna, sosem lenne az unióban rule of law eljárás. Sose lenne kondicionalitási eljárás. Sose lenne adósság, közösség. Ezek mind nemzeti jogokat visznek el. Ami korábban nemzeti jogot, most bekerül Brüsszelbe. Ezt a britek mindig ellenezték. Most a britek elmentek, maradtunk mi. Mi kicsik vagyunk. És önök, németek, franciák nyomják ránk ezeket a federalista koncepciókat. És ha a V4-ek geopolitikai okokból nem tud együttműködni, akkor ránk fogják erőltetni azokat a dolgokat, amiket nem akarunk. Úgyhogy a V4-nek a meggyengülése a geopolitika miatt az egy nagy csapás. Nagy csapás ránk, közép-európai nemzetekre, és szerintem azokra a konzervatív emberekre is az önök országában, Nyugat-Európában, akik értik és osztják a mi értékeinket, ahogyan Közép-Európát szervezzük. Szeretnék visszatérni egy pontra, mert ez nekem fontos, szeretnék még egyszer a béketárgyalásokra, a tűzszünetre rátérni. Ha jól értem önt, akkor ezt úgyis Oroszország és az Egyesült Államok fogjuk kitárgyalni. Ez egy kicsit ugye a 19. századra emlékeztet, amikor nagy államvezetők egy ország fölé hajoltak, és megnézték, hogy merre fut a határ, és ezt akkor egy asztalon megcsináljuk, elhatározzuk, hogy ebből az országból mi lesz, milyen szerepet játszik ebben az egész geopolitikai játékban Ukrajna. Tehát lehet, hogy ez nem teljesen nélküle. Ennél nagyobb baj is van. Mielőtt erre a kérdésre tudnánk válaszolni, azt kell mondani, hogy milyen szerepet fog játszani Európa. Mert hogy a második világháború után Európa elvesztette a szuverenitását. Európát egy orosz-amerikai megállapodás kormányozta. Pontosabban egy Szovjetunió-Egyesült Államok megállapodás. Nem az Európai Unió volt a békeprojekt, ezt jó mondani, de nem így, tudjuk, hogy nem így van. Nem azért nem volt háború Európában, mert az Európai Unió ez egy békeprojekt volt, hanem azért, mert az oroszok meg az amerikaiak megmondták, hogy nem lesz háború, mert ők megegyeztek. Kikerült a második világháború után Európa szuverén önrendelkezése a kontinensről. Ezt akartuk visszaszerezni 1990-ben. A 90-es változás az nem csak a German reunification volt, meg egy szabadság nekünk, hanem az esély, hogy Európa visszaszerezze a szuverenitását. És Angela Merkel a krími krízisben ennek érvényt szerzett. Ott mi szuverének voltunk. A francia meg a német vezetők leültek az oroszokkal meg az ukránokkal, intelligens módon, és tárgyaltak. Most az fenyeget bennünket, hogy mi ki vagyunk hagyva az egészből. Európa van kihagyva. Az amerikaiak fognak megegyezni az oroszokkal, és mi megint kívül leszünk. Ez az igazi probléma. Tehát hogyan tudunk majd a tárgyalóasztalnál helyet szorítani Európának? És miután nincs európai hadsereg, nincs európai biztonsági struktúra, csak NATO struktúra van. Ezért az egyes erő érvényesül. Tehát mielőtt azon gondolkodnánk, hogy az ukránok hogy lesznek bevonva fair módon a tárgyalásokba, azt kell megmondani, hogy mi európaiak hogy leszünk bevonva majd fair módon ebbe. Mert most ez nem így néz ki. Tehát ugye fölé lett egy régi koncepció. Hogy, ugye mi volt a NATO vezérgondolata? Keep the Russians out, keep the Americans in, keep the Germans down. Ez volt a koncepció. Most ugyanebben az irányba haladunk. Az oroszok befele jönnek, az amerikaiak bent vannak, mi még nem vagyunk. Tehát Európának, Macronnak igaza van, ki kell állni a stratégiai függetlenségért. Ha nem áll ki Európa a stratégiai függetlenségért, akkor úgy jön létre
egy új európai biztonsági helyzet, az oroszok tárgyalják ki az amerikaiakkal. És az nem jó. Das sind politische Konzepte, die erinnern sich an meine frühen, die schärfsten Kritiker, die ich persönlich... Ezek olyan politikai koncepciók, nos, a legélesebb kritikusaim otthon vannak, ezek a gyerekeim, Nagy-Britanniában élnek, és egy kicsit nem akarom elfogadni, hogy olyan helyen laknak, ami minden bajok forrása, és időközben pár évtizeddel előrébb vagyunk. Hogyha önt hallgatom, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy a politikai koncepciókban a szabadság, egyenlőség, erő koncepcióit nem kellene figyelembe venni, és hogy a kisebbségek legyen a szexuális orientációjú, legyen az földrajzilag, legyen az gazdasági erő, vagy annak hiánya. Erősebben és egyenjogúbban kellene figyelembe vennünk, és hogy Magyarország az utóbbi 30 évben nem profitálta ebből maximálisan egy ilyen értékközösség részeként, és éppen ezért nem kellene-e Ukrajnának is e szolidaritás részének lennie, tehát nem kellene ebből a szolidaritásról profitálni, és nem vagyunk kötelesek egy olyan civilizációs törés estében, amit az oroszok elkövetek, tehát egy politikai versenyt megpróbálják erőszakkal befolyásolni. E tekintetben nem kellene nagyon világosan kimondanunk, hogy ez az utóbbi 100 évben talán így volt, és Magyarország is e tekintetben nagyon nagy árat fizetett történelme során, de ma már mindazon tudással, ami ebben a világban rendelkezésünkkel, minden meg gazdagsággal ma már ez már nem lehet a politikai verseny eszköze, és nem kellene, és éppen Magyarországnak az ő történelmével nem kellene sokkal energikusabban visszautasítani ezt, és dolgozni azon, hogy a kisebbségi pozíció egyenjogú pozíció legyen egy civilizált társadalomban. Tehát ennyiben az egészen konkrét kérdés, Magyarország az utóbbi 30 évben ezekből a szabadságjogokból profitált, most pillanatilag ma azonban az ön révén ezt masszívan megkérdőjelezi. Nem önellentmondó ez? De ezen még nem gondolkodtam. De egy jó kérdés. Először is természetesen az ukrán pozíciót meg kell érteni. Szerintem az ukránok pozíciát a legjobban a magyarok értik. Tehát ugye szoktak beszélni Bucsáról. De 56-ban Bucsát Budapestnek hívták. Tehát ha valaki tudja, hogy mit jelent a katonai támadás és elnyomás az oroszokra, hát mi tudjuk? Hát a mi Zelenszkijünket fölakasztották. Az 56-os forradalom után. Szóval nekünk nem kell elmagyarázni, hogy milyen brutális tud lenni egy orosz háború. Ezt mi pontosan tudjuk. És mi ezért azt gondoljuk, hogy mindent meg is kell tenni Ukrajna érdekében. De a legtöbb, amit most tehetünk, az a tűzszünet. Minden más ennél kevesebb. Semmi jobb ajándékot nem tudunk adni most az ukránoknak, mint az, hogyha elérünk egy tűzszünetet. Ez az én véleményem. Ami a jövőt illeti. Szerintem az egy helyes gondolat, hogy Ukrajnát vonjuk be abba a közösségbe, amelyhez tartozásnak az előnyeit az elmúlt 30 évben, ahogy ő mondta, mi magyarok is élveztük. Tehát az ukránok kerüljenek közelebb az Unióhoz. Hogy azonnal belépjenek-e, az egy nehéz kérdés, de hogy kínáljuk fel a lehetőséget az ukránok, hogy kapcsolódjanak hozzánk, az egy minimális morális és történelmi felelősség. Én ezzel egyetértek. De semmiképpen ne úgy tegyük, hogy közben leromboljuk magunkat. Tehát az nem segítség Ukrajnának, ha a német ipar tönkre megy. Az nem segítség Ukrajnának, hogy a magyar gazdaság tönkre megy. Az, hogyha beleesünk egy 2-3 éves recesszióba, mint hogy most bele fogunk esni a szankciók miatt nagyon sokan, azon nem segítünk. Ha Németország megint 5 millió munkanélküli lesz, meg Magyarországon is a mostani 3-ról fölmegy 12-re a recesszió, azon nem segítettünk senkinek. Tehát úgy kell segíteni az ukránoknak, hogy nekik is jó legyen, és mi se tegyük tönkre magunkat. Ezért a perspektívát, az európai perspektívát, amit ő mond, szerintem is nyitva kell hagyni. A NATO az egy másik probléma, de az most egyelőre megoldódott, idézőjelbe. A NATO alapszabály kimondja,
hogy olyan országot, amelyik háborúban áll, nem lehet fölvenni a NATO-ba. Úgyhogy most Ukrajna NATO tagsága ezzel hosszú időre zárójelbe került. Ich möchte jetzt doch noch mal konkret werden, was szeretnék még egyszer konkrét lenni, ami egy lecsérbéketervet illet. Napjainkban mindenki, vagy minden tévéfilozófus, mondjuk úgy, béketerveket vet fel. Én azonban még egyetlen felelős politikus sem láttam, aki konkrét menetrendet, vagy konkrét elképzelést fogalmazott volna meg, hogy milyen feltételek mellett lehet ezt a háborút Ukrajnában befejezni, méghozzá nem csak időlegesen, hanem esetlegesen stabilan. Tehát, hogy ne álljon fenn az a veszély, hogy az eljövendő hónapokban, években ugyanez előről kezdődik. Ön milyen szcenáriót képzel el, melynek alapján egyfajta tartós békerend ebben a régióban kialakítható volna? Nehéz kérdés, amit ön mond, és nekem nincs ilyen magas intellektuális ambícióm. Valamelyik német politikustól tanultam, talán már nem emlékszem, kitől olvastam, aki azt mondta, hogy inkább 100 óra sikertelen tárgyalás, mint egy puskalövés. És most ebben a helyzetben vagyunk. Szóval most nem okosnak kell lenni, hanem most tárgyalni kell. Aztán a tárgyalás végét majd meglátjuk a tárgyalás során. Ha várunk arra, hogy legyen egy koncepciónk a béke utáni rendezésről, sose lesz tűzszünet. Most a tűzszünetre kell összpontosítani. Aztán meglátjuk. De vég ist das Ziel gewissermaßen. Tehát akkor valamelyest az út a cél. Jawohl. Igenis. Köszönöm. Köszönöm szépen. Wir leben derzeit ez idő szerint globális perspektíva tekintetében tektonikus mozgások tanúi vagyunk, és még egy retorikailag annyira óvatos ember, mint jelenlegi kancellárunk, Scholz úr, ő is időfordulóról beszél. Mit gondol, erre a korra gyermekeink és a politikusokra, akik eljártak, hogy fognak visszatekinteni? És esetleg ön, mint fiatal ember, mint ellenzéki politikus, mielőtt leomlott a fal, hogy tekintett az ön előtti politikus nemzedékre? Ma pedig hasonló helyzetben van, hogyan tekint, illetve mit gondol? A gyerekeink, unokáink nemzedéke hogy fog a mi mai cselekedeteinkre tekinteni? Először az első kérdésre, tehát mit gondoltam én a 80-as években? Tehát, ugye Magyarország kelet és nyugatnak a töréspontjában, törésvonalán. Ugye nekünk mindig három helyre kell néznünk, Berlinbe, Moszkvára, meg Isztambulra. Ez a magyar varázsháromszög. Ebben a térségben élünk. És mi azt tanultuk meg a történelmből, hogy mindig voltak nagyhatalmak, akik jöttek, és meg akarták nekünk mondani, hogy hogyan éljünk. Jöttek a törökök, és megmondták, hogy mi az igaz hit. Aztán jöttek a Habsburgok, akik megmondták, hogy milyen a jó katolikus, milyen a jó keresztény. Katolikus ez a válasz. Aztán jöttek a nácik, akik megmondták, hogy hol a helyünk a fajok rangsorába. Aztán jöttek az oroszok, akik azt mondták, hogy átnevelünk benneteket homoszovjetikusnak. Szóval a magyaroknak mindig mindenki meg akarta mondani, hogy hogyan éljünk. És én a 80-as évben arra gondoltam, hogy azért kell megdönteni a kommunizmust, még az én életemben bármi áron. Én nem vagyok hajlandó úgy meghalni, hogy leéltem egy életet, hogy megmondták nekem, hogy én hogyan viselkedjek, hogyan éljek. Ez lehetetlen. És amikor most meg akarják mondani, persze demokratikus körülmények között, hogy milyen legyen a magyar család, hogy milyen legyen az etnikai összetétel Magyarország, engedjünk be valakiket idegenből, akkor én csak mondom, de ezzel ellen harcoltam. Hát nem mondják meg nekem Brüsszelből, Berlinből vagy Párizsból, hogy milyen legyen a magyar család, meg hogy kit engedjünk be migránsként, meg kit ne engedjünk be, meg hogy nézzen ki az etnikai összetétel. Hogy? Tehát Magyarországon
A szabadság, a szabad élet megválasztása, meg a nemzeti függetlenség az így össze van kapcsolódva. A nemzeti érzés azért pozitív Magyarországon, mert a nemzeti érzés az a szabadság maga. Ha nem vagy szabad, mint nemzet, sosem vagy szabad egyénként. Ez a magyar törvény. Ez a tapasztalat. Úgyhogy mi egyszerre vagyunk nemzetileg motiváltak és szabadságharcosok. Ez a kettő csak együtt megy egy magyar fejben. Most, ami a gyerekeinket illeti. Az a kérdés, tudja, hogy mi az ön koncepciója az életről. Mi az élet? Mi az emberi élet? Nem tudom, hogy Németországban mi erre a válasz, de Magyarországon az a válasz, hogy az élet az egy szövetség. Szövetség az már meghaltak, meghalt magyarok, a most élő magyarok, meg a leendő magyarok között. Az én életem semmi más, mint ez a szövetség maga. Amit onnan kaptam, és jó, azt nekem meg kell őrizni bármi áron. A nyelvet, a szabadság szeretetet, mindent, ami jó a magyarokban. Nem minden jó egyébként, de azt, ami jó, azt meg kell őrizni. A második, hogy nem adhatok át egy olyan világot, amiben az én gyerekeim nem választhatják meg, hogy hogyan akarnak élni. Én nem adhatok át egy olyan országot a saját gyerekünknek, ami Brüsszel direktívája alapján szabályozza a családot, a migrációt, a multikat. Ez lehetetlen. És nem adhatok át egy olyan országot, ami el van adósítva. Én elvi alapon ellenzem az adósság közösséget. Tehát én nem értek egyet azokkal, akik azt gondolják, hogy egy jó közös eladósodás Európában, az majd megteremti az új európai egységet. Ez a legrosszabb, ami történhet. Nem élhetjük föl a gyerekeink jövőjét pénzügyileg, az, hogy eladósítjuk magunkat most. Szóval mi egy szabad világot akarunk hagyni a gyerekeinknek, ahol megértik, hogy mi az, hogy magyar, megértik, hogy én miért éltem, az apám miért élt, a nagyapám miért élt, és ez alapján eldöntik, hogy ők hogyan akarnak magyarok lenni. Ez a magyar elképzelés. Úgyhogy mi a magunk részéről a legfüggetlenebb, legszuverénebb és legszabadabb Magyarországot akarjuk örökségül hagyni a gyerekeinknek. Ez a legnagyobb ajándék, amit én tudok adni a gyerekeinknek. Ich hatte die Frage von Holger Friedrich eher so. Holger Friedrich kérdését inkább úgy értettem, hogy azt akarta tudni, hogy mit hisz 50-100 év múlva, hogy fognak visszatekinteni erre az időre. Mit élünk meg most? Ha az ember benne van a korban, benne van a történelemben, akkor ezt ritkán tudja jól megítélni, mint olyas valaki, aki későbbi történelmi szemszögből nézi. Tehát milyen történelmi korként fogjuk ezt látni? Tehát azt akarom, hogy a gyerekeink úgy nézzenek vissza erre a korszakra, amikor az apjuk meg az anyjuk jól harcolt Magyarország függetlenségért, és nem engedte, hogy bármilyen idegen szempont befolyásolja, hogy milyen legyen Magyarország. Egy történelmi időben vagyunk, amikor meg kell védeni a szabadságunkat és a nemzeti identitásunkat. És azt szeretném, hogy a gyerekeink úgy emlékezzenek, hogy ebben a sorsfordító időszakban az apjuk meg a nagyapjuk jól harcolt. Herr Orbán, letzte Frage, die betrifft Orbán úr, utolsó kérdés, ez Németország látogatása okát illeti. Ön nem csak azért van itt, hogy nálunk legyen, noha ennek nagyon örülünk, de tegnap Olaf Scholz kancellárral találkozott. Nagyon egyszerű kérdés, milyenek voltak a megbeszéléseik, miről beszéltek, és a német kancellárt inkább partnerként, vagy inkább riválisként éli meg? Nagyon izgalmas találkozó volt. Két óráig tartott körülbelül. És az a kancellárja egy a dolgokat gyorsan és szélesen megértő ember. Jól lehet vele beszélgetni. Történelmi perspektívában hátrafele, előre, szélességében is, gazdaságról is, politikáról is, külpolitikáról is. Tehát jó vele beszélgetni. Hogy nem értem el semmit, az egy másik dolog. De ettől a tárgyalás maga az jó volt. És egy magyar tudja ezt értékelni. A kiinduló pont az könnyű igazából.
mert ugye a német-magyar barátság az egy speciális dolog. Ugye mi azért elég sok dolgot csináltunk a történelemben együtt. És csináltunk rossz dolgokat együtt, és csináltunk jó dolgokat együtt. Ezért Magyarországon nincsen semmilyen negatív kulturális előítélet a németekkel szemben. Tehát nem csak azért van olyan sok cég, 6000 német cég Magyarországon, mert pénzt lehet csinálni, hanem mert Magyarországon lenne egy németnek jó. És ez számít. Ugye a dunai svábok ehhez nagyon sokat tettek hozzá. Nekünk vannak a svábjaink. Ez a német kisebbség. Szerintem sehol a világon nincsen német nyelvű oktatás a óvodától, fölegészen az egyetemig. Németországon kívül, de Magyarországon van. Német nyelvű óvodától, német nyelvű egyetemig. Szóval a kiinduló pont egy német-magyar bilaterális együttműködése tulajdonképpen jó. És ha az autógyárakat nézem, ugye olyan ország, ahol egyszerre van három nagy autógyár jelen, mind a három, a Mercedes is, az Audi is, meg a BMW is, az Németországon kívül még Amerikában van, így meg Magyarországon, sehol máshol. Talán Kínában. És a németek nem csak gyártanak nálunk, hanem most adtam át éppen egy kutatóközpontot, ahol 3000 kutatóbérnök dolgozik. 3000. Egy német fejlesztési központot. Tehát nálunk megjöttek hozzánk a német kutatók, fejlesztők, tehát egy magasabb szinten működünk egy, és a hadipari együttműködésben pedig Magyarország megelőzi Amerikát a német hadipari kooperációban. Nem csak színvonalban, hanem pénzben is többet működünk együtt hadiparban. Tehát itt komoly dolgok vannak. Történelemben, szimpátiában és gazdasági együttműködésben. Én tolerancia ajánlatokat szoktam tenni a német kancellároknak, amiket általában is szoktak utasítani. Most is azt mondtam, hogy ha tulajdonképpen ilyen jól tudnánk együttműködni, miért nem hagyjuk békén egymást? Ezt modernül toleranciának nevezik. Szóval én értem, hogy önök mit gondolnak a migrációról, de miért nem engedik, hogy meg azt gondoljuk, amit a magyar észjárás szerint gondolni kell? Én nem akarom megvétózni a migrációs szabályokat Brüsszelben. Csak azt akarom, hogy olyan szabályokat csináljanak, ami meghagyja a mi szabadságunkat, hogy ezt a kérdést úgy rendezzük, hogy mi akarjuk. Nálunk zéró muszlim migráns van. Nekünk nincs multikulturális társadalmunk. És nem értem, hogy miért kéne azzá tenni magunkat. Jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Köszönjük szépen. Nem akarunk ezen változtatni. Szóval azt kértem a kancellártól, hogy tolerálja a magyar álláspont, ne akarja ránk. Ugyanaz van a családnál. Ugye mi ezt a gender koncepciót nem fogadjuk el. Mi értjük, hogy van az a gondolat, hogy az ember maga eldönti, hogy fiú-e vagy lány. Ez mindenkinek joga van. Magyarországon is mindenki eldöntheti. Sőt, úgy élnek együtt, ahogy akarnak. Sőt, olyan jogi szabályozás van, mint 2017-ig itt volt Németországban. Ha 2017-ig jó volt Németországban, akkor miért nem jó az most Magyarországon? Most értem, hogy önök tovább léptek, és a család intézményébe beengedték a nem tradicionális párkapcsolatokat, az önök döntése. De Magyarországon egy dolog, hogy te szabadon élsz, ahogy akarsz, és a másik dolog a család, ami egy jogi intézmény, amit meg kell védeni. És azt kértem tőle, hogy tolerálják. Hogy nekünk erről más az elképzelésünk. Miért ne lehetne más? Szóval mi tolerancia ajánlatokat teszünk, hogy haladjon az európai együttműködés, de ahol nem jó nekünk, és nem sért össze-európai érdeket, ott hagyj kövessük a saját utunkat. És még nem tartunk itt. Tehát Angela Merkel a tolerancia ajánlata miatt mindig visszautasította. Azt mondta, itt szem azt, ezt meg kell csinálni. És a német kancellár most meg meghallgatott. Nem utasított vissza, de nem mondta azt, hogy ja. Meghallgatott. Most itt tartunk. Aber es wird ihm, glaube ich, nun wirklich niemand. De azt hiszem, hogy Brüsszelben vagy Berlinben
Azt hiszem, hogy senki nem akar önnek előírni, hogy a magyaroknál most a gender kell. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Hát folyamatos jogi eljárások alatt vagyunk. Sőt, hát megmondják időnként, hogy azért nem kapunk pénzügyi támogatást, mert ez a törvény nem jó, ugye? Mi a vitatárgya Magyarországon? A vitatárgya az az, hogy ki dönt a gyerek neveléséről. De a vita nem a felnőttekről van gender ügyben, hanem a gyerekekről. Hogy a szexuális felvilágosításban kié az elsőbség? Az iskoláé, vagy a szülőké? És a magyar koncepció az, hogy az nincs megengedve, hogy a szülő engedélye nélkül bármilyen szexuális identitást érintő oktatást kapjon a gyerek az óvodához, az iskolába. Az lehetetlen. Ez a szülő dolga. Ez a mi koncepciónk. De van egy progresszív, liberális nyomás, hogy az LMBTQ aktivistákat be kell engedni az iskolákba. Hogy a gyereknek hozzá kell férnie azokhoz az információkhoz, meg tudáshoz, ami az ő személyes, nemi identitás meghatározásához szükséges. De szerintünk ezt nem a gyerek dönti el, meg nem a pedagógus, hanem a szülő. Egész addig, amíg a gyerek kiskorú, ezt a szülő dönti el. Mert ő felelős a nevelésért. És rajtunk van egy nyomás, hogy ezt adjuk föl. Nagyon erős nyomás van. És időnként nem is rejtik véka alá, hogy amíg ezekben a kérdésekben nem engedik, addig ne számítsunk pénzügyi együttműködésre. Szóval durva dolgok vannak. Most nem azért jöttem ide, hogy panaszkodjak, ma Angela Merkeltől megtanultam, hogy aki panaszkodik, az gyenge. De azért nekünk ezt kell kiállnunk nap, mint nap. Meg fogjuk vívni ezt a csatát. De ha német lennék, én egy kicsit óvatosabb lennék, mint a német külpolitika jelenleg. Ugye önök most fölvetik a egyhangúság megváltoztatását a külpolitikában. Ma az a helyzet, hogy fontos külpolitikai kérdésekben csak egyhangulag lehet dönteni. A többség nem elég. Most, miután a britek kimentek, nekünk, közép-európai országoknak nincs erőnk összeszervezni semmilyen blokkoló kisebbséget egy többségi döntéssel szembe. Egyetlen módon tudom érvényesíteni és megvédeni Magyarország külpolitikai érdekeit, ha be kell vonni bennünket is a diskurzusba, mert nélkülünk nincs közös külpolitika. Most a németek azt vetik föl, hogy ezt adjuk föl. Most én megértem, ha ezt fölveti egy középméretű ország, de Németország, aki egyébként is ránehezedik az egész európai politikára. Szóval nem kéne Németországnak kicsit óvatosabbnak lenni ilyen javaslatokkal? Mert mit látunk mi ebből? Hogy a németek maguk akarják eldönteni a külpolitikát. Nem jó nekünk. Ilyen kérdéseket is érintettünk természetesen, és én minden két évben egyszer jövök Berlinbe. 18-ban voltam itt, aztán 20-ban, most 22-ben, és legközelebb jövök 24-ben, amikor Magyarország adja egyébként a tanács, az Európai Intézményrendszerből a tanácsnak az elnökségét. Úgyhogy remélem, hogy a második találkozónk, ami két év múlva esedékes, az egy újabb lépés jelent majd előre.